hogy mi lesz a műsorban, és Ági elment Kárpátaljára, kis Ágnes elment Kárpátaljára, és egy mese körútra, és ha már egy mese körúton vagyunk, akkor már riportokat is csinált, és egy nagyon érdekes beszélgetést csinált egy alapvetően egy kutatóval, aki azt kutatta, hogy a magyar népi szokásban a népi gyógyászat az tulajdonképpen milyen fokon volt, mit gyógyítottak, hogyan gyógyítottak. Én lehallgattam azt a riportot, én visítottam a gyönyörűségtől, mert annyira jó, úgyhogy mindenképpen meg szeretném veletek osztani. Gyerekek, Ágikám, te jössz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Most éppen Beregszászban vagyunk, és itt ül velem szemben Kész Margit, aki a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola tanára, néprajzkutató. És azért fogtam mikrofon végre, mert hogy az egyik kedves témája a népi gyógyítás, a népi hiedelmek. Szóval akkor kedves Margit, egy kicsit vezessél be minket ennek a vidéknek a hagyományaiba. Kárpátalja nagyon sok tekintetben néphagyomány terén gazdag vidék, többek között néphitben is. Ez egy olyan vidék, amely az idők folyamán mindig elzárt terület volt, a periférián éltünk, és nagyon nehezen jutott el ide a gyógyítás is például. Még az 1950-es években is a leírások szerint és a visszaemlékezések szerint csak a városokban voltak orvosok. A falvakban általában bábák végeztek ilyen egészségügyi feladatokat. Ezek olyan paraszt emberek, férfiak, nők egyaránt, akik kicsit több tudással rendelkeztek az átlag emberhez képest a gyógyítás terén. Az én kutatási területen kimondottan csak a hagyományos gyógyító specialistákra terjedt ki. Azokat a hagyományos gyógyító asszonyokat, férfiakat kutatom, illetve járok ki hozzájuk, akik működnek, ahogy az évszázadokig tették ezek a gyógyítók. Úgy néz ki, hogy először is kiválasztottként jelennek meg a közösség tudatában, tehát ez általában már a születésük idején megtörtént. Vagy első, vagy harmadik, vagy hetedik gyermekként születtek, és már gyermekkorukban valamilyen jel utalt arra, hogy különleges képességekkel rendelkeznek, meggyógyítottak esetleg állatot, embert, de ezek általában egy nagyon nagy, erős empátiával rendelkező személyek. És ami még nagyon elkülöníti őket a modern gyógyítóktól az, hogy soha nem az anyagi javakért teszik, amit tesznek. Ezek általában kis pici házban laknak szegény emberek, akik úgy tartják, hogy a beteg fizessen valamit, de mindig annak megfelelően, amennyit tud. Tehát ha ez egy tojás, vagy néhány szem gyümölcs, ők akkor azt is elfogadják, illetve volt olyan gyógyító is, aki maga többet adott vissza a szegény betegnek, tehát összepakolt neki ajándékot, mert tudta, hogy az jobban rászorul. És jellemző még ezekre a gyógyítókra, hogy a adományoknak egy nagy részét a templomnak ajánlják fel. Tehát ők mindig abban a tudatban gyógyítanak, hogy ők tulajdonképpen isteni ajándékként kapták ezt a lehetőséget, és az egyik első gyógyító asszony, a Batári Zsadányi Róza néni, ő mindig úgy kezdte az interjút, hogy én Isten után gyógyítok. Tehát az ima, a vallásosság az nagyon-nagyon fontos volt a számára, meg az általam ismert legtöbb gyógyító számára is. Ezek a gyógyítók, az én általam felkeresett gyógyítók nagy része inkább ilyen igézet centrikus volt, tehát az a rossz szem megvilágosodás. Nem. Különben a magyarság, az egész kárpátaljai magyarság hagyományosan nagyon igézet centrikus volt, tehát abban hittek, ez azt jelenti, hittek abban, hogy a
szemnek van egy olyan rossz hatása, amely megigézi a másikat, gyereket, felnőttet, bárkit. És ezt az igézett levevést, ezt otthon is tudták a családokban, illetve Kárpátalján még most is sok család például szenes vizet készít arra, hogy a véget, hogy az igézetet elhárítsa. Ez a szemmelverés? Ez a szemmelverés. Ezt nálunk igen azt mondják, vagy szemverés, vagy igézet. És otthon is elkészítik, akár szentelt vízből, de református családok egyszerű kútvízből is, és arra egy kis ráolvasást mondanak, illetve imádkoznak. De amikor úgy látják, hogy ez a mindenki által ismert igézetlevevés nem segít, akkor általában specialistához fordulnak, és ezek olyanok, mint például a Batáron valaha tevékenykedő Zsadányi Róza, őt úgy is nevették, hogy öntőasszony. No, mert hogy ő viaszt öntött, és annak a segítségével jött rá, hogy mi okozta a betegséget. És mondott egy gyönyörű, szép, archaikus imát is ennek a betegség, tehát a ritus közben, amelyet elárult nekem, elmondott, hiszen ez is a hagyományos elképzeléshez kapcsolódik, mert tudta, hogy ha a szöveget bárki megtanulja, nem veszíti el az erejét, hiszen csak annak adhatja át a tudományát, akit ő kiválasztott. De mert hogy a szöveg maga nem rendelkezik csak úgy mágikus erővel. Ez csak egy avatott ember. Igen, egy avatott ember számára, és annak megvan a folyamata, hogy hogyan kell átadni a tudást. Tehát le kell írni egy papírra, ha tud írni, ha nem, akkor el kell mondani, és mindig úgy kell intézni, hogy ha papírra le tudja írni, akkor az a valaki találja meg. Ha nem, mint ugye Józza néni vak volt, ő nem tudta volna leírni, akkor leíratja azzal majd, aki ennek szánta ezt a tudást. És mi alapján választja ki? Mert az elején ugye azt mondtad, hogy az ilyen embereknek születik. Igen, hát első, harmadik, hetedik, úgy, már ezek mágikus számok. Igen, ő úgy választja ki, ő már ki is választotta akkor, amikor én beszéltem vele, aztán azóta a családtagjait már nem vizsgáltam, tehát ő az unokájának akarta ezt átadni. De neki például... És ott is megvolt ez a születés? Tehát, hogy mondjuk a harmadik unok? Gondolom, hogy igen, igen. Viszont neki egy teljesen idegen faluból egy asszony adta át, mert az egyik gyermeke nagyon sokat sírt, és ezt rontásnak vagy szenverésnek vélték az okát, és ez az idős asszony egy másik faluból átadta neki ezt a tudást, mert tudta, hogy akkor ő megérezte, hogy ő erre képes lesz, hogy tovább vigye, folytassa a gyógyítást. De nagyon sok olyan történetem van, amikor ezek a gyógyítók nem tudnak meghalni, amiatt, hogy nem adták át a tudást. Mert nem akarja átvenni senki. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen olyan szerep, ami nem minden esetben csak jó. Tehát maga a gyógyító is átéli a betegséget, vagy amikor segít, akkor maga is sokszor fizikai fájdalmat érez. És van olyan, hogy nem akarták átvenni a tudást, és olyankor, még most is több története van arról, hogy egy söprűt tesznek a haldokló kezébe, mert annak adta át a tudományát. Tehát akkor nem folytatódik, nem veszi át senki a tudást, mert nem mindenki vállalja. Illetve ma már a 20. vagy a 20.-21. században ezt, ugye főleg a kommunista rendszerben, hát ennek eléggé elítélően, bírálóan fordultak ezekhez a gyógyítókhoz, de meg kell, hogy mondjam, hogy azért Kárpátalján még a hivatalos gyógyászatban is, főleg a szlávság körében nagyon sokszor hangzik el orvosoktól az, hogyha valaki a pszichésen beteg, hogy forduljon népi gyógyítóhoz. No, hát. Tehát azt mondják, hogy mi már nem tudunk segíteni, menjen hát olyan népi gyógyítót, hát ha hisz benne, akkor hát ha tud segíteni. És hogy működött ez a gyógyítás? Mert mondtad, hogy például ez a Róza néni, ő viaszt öntött. Igen. És hogy kell ezt elképzelni? Képződik ugye a vízbe valahogyan megszilárdul. Igen, a szentelt vízbe beleönti a vízt, és akkor ő ezt kitapogatta. Pár vak volt, és akkor meg tudta mondani. Igen, ő mindig azt mondta, hogy itt tulajdonképpen egy szív van ez a viasz, egy szívet formája, nem volt ennek szívformája, de ő azt mondta, hogy a szívben külön
különböző mirigyek vannak, úgy azt mondta, duccok vannak, és azok, tehát akkor múlik el a betegség, hogyha ez teljesen sima lesz a viaszt. De sokszor például alakot tapogatott ki, például a kutyát, és akkor azt mondta, hogy valószínűleg egy kutyától éjjett meg a gyermek, és addig végezte az öntés folyamatát, 9-szer öntötte meg általában a beteget, hogy ez teljesen egy kerek vagy egy szív alakú viaszt kapott. És ez tényleg működött ez a végén? Hát nagyon nagy volt a... Igen, működött, és az alakját is láttam, de nagyon nagy volt a páciens köre, tehát elég tág volt, tehát sokan jártak hozzá. És az is működött, hogyha ő azt mondta, hogy ez a gyerek egy kutyától ijedt meg, és akkor ő 9-szer öntött neki viaszt, és valóban elmúlt a kutyától való félelme. Ezt konkrétan ebben az esetben csináltam a szenvedő félelés interjút, és a szülők szerint valóban elmúlt. Hittek benne a szülők, ezt a transzcendens dolgot, ezt nem tudom tehát megmagyarázni. Én csak leírom esetleg, illetve konstantálom, hogy létezik ilyen. De volt olyan gyógyítóm, aki kétféle módon, két dolgot gyógyított, ő Salánki volt, egy ruszin néni, aki megtanult magyarul, és a gyermekek száján keletkező úgynevezett szájpenészt gyógyította, de úgy, hogy még a helyi orvosok is hozzáküldték a gyerekeket. Tehát, hogy menjen el hozzá, és tényleg olyan interjúim vannak, ahol elmondják a szülők, hogy a gyógyszer nem segített, és az Anna néni módszere, aki a diófát járt a körbe, és közben ráolvasást mormolva kenyérhéjat tett a diófa kérgébe. Ez volt, nekem elmondta, megmutatta a ritust, a cselekményt. Háromszor kellett ezt a szájpenészre való ráolvasást és a cselekményt elvégeznie. És a másik, amit megcsinált, ez pedig hát egy ilyen csontkovács technikát, a derékfájást baltával gyógyította. Nagyon jól ismerhette az emberi fizikumot, mert például tényleg ismerősöknek megmondta, hogy hol csúszott félre a gerinc például, és úgy, hogy nem tudta, hogy valamikor, vagy hogy hol volt törés a hátukban, és ezt ő nem tudhatta, mert a gyerekkorban történt, és aztán lefektette a földre, hasra fektette a pácienst, és a baltával elkezdte ütögetni a gerincét, illetve masszírozó mozdulatokat végzett, és fenyegető mondatokat mondott erre, ő úgy hívta, hogy magyarul, hogy farzsábára, tehát derékfájásra, hogy múj el, mert ezzel a baltával kergetlek el, de közben megmondom, hogy helyre is rakta, tehát fizikálisan is végezte a cselekményt, és nagyon sokan pozitív eredményről számoltak be az ő páciens köréből. Két kérdés merült fel bennem, az egyik az, hogy mondtad, hogy ugye az egyik ilyen néni úgy gyógyított, hogy kenyeret rakott a diófa kérgébe, és körbejárt, és közben mormogott valamilyen imákat. Hogy alakul ki egy ilyen szokás? Tehát hogy létezik az, hogy valaki kitalálja, hogy a gyerekeknek a szájpenészét úgy kell meggyógyítani, hogy kenyérfelet, vagy nem tudom, hajat kell rakni. Tehát, hogy miért diófában, miért nem almafában? Jó, hát ezek olyan ősi szimbólumok, amelyek nagyon-nagyon mélyek. Tehát valószínű, hogy a szó mágia, a szó mágikus erejébe való hit, az egy még jóval a kereszténység előtt keletkezett dolog. Aztán a fa maga, mint az élet jelképe, a világ fa jelkép, az is egy nagyon fontos dolog, és a diófa meg persze, az erő, a hosszú életnek a jelképe. A kenyér az meg lehet, hogy csak egy új keletű dolog, lehet, hogy azelőtt valami más tárgy lehetett, ez állandóan változik, tehát a hagyomány az akkor élő, ha reagál a változásokra is. És ezekből az ősi elemekből ő ezeket őrizte meg. Nagyon érdekes volt, hogy egy ruszin ráolvasást mondott, emlékszem, tehát ahogy nem szabad a napnak, most már ezt nap lementekor csinálta, feljönnie, úgy ne nőjön ez a szájpenész tovább. És ezt mondta végig. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen ráolvasás, amely megfenyegeti, egy ilyen fenyegető ráolvasás.
szájpenész, de például a kollektív emlékezetben és még a gyakorlatban is sikerült olyan szemölcs elhárító ráolvasásokat gyűjtenem, amelyeket mondjuk most már nem. De ezelőtt 10 évvel még Nevetlen faluban a szemölcsöt sokszor a holdhoz küldték el. Azt mondták, hogy a teli holdkor kiálltak a udvarra, és azt mondták, hogy kerekisten, kerekhold, engem lakodalomba küldtek, de én nem megyek, elküldöm a vendégeimet. Tehát tulajdonképpen elküldte a szemölcseit. Ez jellemző volt. Hát ma már ezeket a szövegeket csak a nagyon idős embereknél tudom felkutatni, mert valóban ebben az esetben mondjuk már a 24. órában vagyunk. És a másik kérdésem pedig az, hogy voltak specialisták? Tehát mondtad, hogy az egyik néni a gyerekek szájpenészét, a másik a gerincbántalmakat, a harmadik nem is tudom micsodákat gyógyított, tehát hogy mindenkinek volt egy saját területe, és akkor ha olyan bajuk volt az embereknek, ő hozzáfordultak. De mi volt akkor, ha más bajuk volt? Mentek a szomszéd faluba? Hát igazából itt nem volt azért olyan nagyon gazdag ezeknek a kórok megállapításoknak a tárháza, hiszen voltak úgynevezett fizikai bántalmak, tehát például a csontkovács azt tudta a feladatát, az a ki félrement csontok, vagy csontfájdalmak, vagy húzódások esetén segített. Az öntőasszonyok azok, ugye rontás, igézet, imája is úgy hangzott el a végén, hogy úgy ne ártson néked rontás, szemártás, igézet, ahogy az imában lévő az Úr Jézus Krisztusnak nem ártott a 3 szép szent szűzlány igézete. Tehát ezt elmondja a betegség, meg a rontás, az már nagyon sokféle betegséget foglalt magába. Tehát tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy voltak úgynevezett racionálisan is magyarázható kórokat gyógyító specialisták, tehát például a csontkovácsok, a gyógyfüves asszonyok, de ez egy bonyolult dolog volt, mert ugyanúgy az öntőasszonynak is voltak gyógyfüvei, amivel gyógyíthatott. Tehát nem úgy volt specializálva, mint ahogy ma a nyugati orvoslást elképzeljük, hanem ők az egész testet gyógyították. Tehát tudták azt, hogy test fizikailag sem lehet épp, ha lelkileg nem épp. És ezt nagyon sokszor el is mondták, hogy a bánat, a baj okoz fizikai bántalmat is. Például érdekes dolgot meséltek a májról, hogy a máj az nagyon szereti a boldogságot, a mosolyt, az örömet. És aki gonosz, vagy irigy, az hamar besárgul, és rossz májú. Itt van. Tehát ezért jókedvűnek kell lenni, mosolyogni, boldognak lenni, még a sárgaságra is ajánlották ezt a módszert. Analógiás módszerek mellett is például, hogy aranygyűrűt tettek pohárba, és arról kellett inni, mert a sárga, vagy a sárgarépát, reszelt sárgarépát, vagy sütőtököt kell enni. De a mai orvostudomány is ajánlja például a gyomorbetegeknek a sütőtököt, a sárgarépát párolva, mert hogy az jó gyomorbántalmak esetén. És tehát ezek az emberek egy-egy kornak, vagy egy-egy módszernek voltak a specialistái, de úgy nagyjából az egész embert gyógyították. Tehát például előbb elbeszélgettek vele. Soha nem úgy történt, hogy akkor jöhet a következő, hanem idő kellett arra, míg megismerték, elmondatták a történetét, és elmesélték másoknak is. Tehát nem ilyen futószalagszerűen, mint ahogy a nyugati olvasás. Az a modern szó jut eszembe, hogy holisztikus. Igen. Mint hogyha tudták volna, hogy mi ez, és a modern tudomány pedig feltalálta a spanyol viaszt. Igen. Köszönöm szépen, szerintem nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Köszönöm a figyelmet, mindenki szerint. Kedves hallgatom a Csúcsopanára, FM 88,5 hullámaszát hallgatod, és Rádió Mozaik Sydney Kis Ágnest hallottátok.